A megszokott helyszínen, a Bessenyei Gimnázium dísztermében a megszokott érdeklődés kísérte a kisvárdai futballcsapat szurkolói ankítját. Révész Attila szakmai igazgató értékelte a törökországi edzőtábort, ahonnan 4 győztes meccset értek haza, majd az új szerzemények vették át a csapatmezét. Az ősszel kölcsönben már Kisvárdán szereplő Ising Martint véglegesen megszerezte a klub, mellette a kapus Ribánszki László és Lékai Soma, valamint Bagi István, Papucsek Barna és Délceg Gergely számít új játékosnak. Én nagyon bízom abban, hogy mindenféleképpen erősödött a csapatunk, nem csak az új igazolásokkal, hanem azzal is, hogy eltelt azért fél év. Megismertük egymást, a játékosok is, a környezetet, bennünket, mi is őket, és hát úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen erősségnek kell lenni az együttes számára. Az új igazolásokkal kapcsolatban pedig posztra próbáltunk igazolni azokat a játékosokat, hoztuk a csapathoz, akik mindenféleképpen erősítést jelentenek egy-egy adott poszton. Remélem, hogy ezt majd be is fogják tudni bizonyítani a mérkőzéseken. A 27 éves belső középpályás Bagi István az NB1-es Békés Csabától érkezett Kisvárdára. Mostanra azért már elég jól megismertem a csapatásokat. Szerintem egész jó csapat jött össze, meg eddig is jók voltak, ahogy nézegettem az eredményeket. Bármi benne van ebben a csapatban, szerintem. Meg egész jól most voltunk Törökországban, edzőtáborban, elég jól összekovácsolódott a társaság. A csapatkapitány Erős Gábor szerint a felkészülési meccseken mutatott játéknak és az eredményeknek köszönhetően megfelelő önbizalommal várják a tavaszi rajtot. A jó felkészüléstől lehet várni a jó eredményt. Tehát ha most egy rossz felkészülésről beszélnénk, akkor mitől várnánk el a jó eredményt? Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos volt az edzőmérkőzéseken, hogy így szerepeljük. Természetesen ezért nem adnak pontokat, ezt már egyszer említettem, de ez fontos magunk miatt, mert tehát akkor tudjuk, hogy jó úton haladunk. És ez nagyon bízom benne, hogy a bajnoki mérkőzéseken ugyanez lesz. Bár a kisvárdai csapat a 6. helyen áll az NB2-ben, a cél továbbra is a biztos bennmaradás. A szurkolói ankéton szó esett az infrastruktúrális fejlesztésekről is, a tervek szerint 1 490 000 000 forintból 2017. szeptemberére elkészül egy 2500 főt befogadó, szükség esetén 5500 személyesre bővíthető stadion. 490 millió forintból pedig beindul a Kisvárdai Labdarúgó Akadémia. Az NB2-ben a hétvégén rajtol a tavaszi szezon, a Kisvárda szombaton Csákváron lép pályára.